Opera és operett slágerekkel köszöntötték a tavaszt a Gárdonyi Géza művelődési házban. A jó hangulatról többek között Eperjes Erika, a Miskolci Nemzeti Színház színművésze gondoskodott. A rendezvényre a szépkorúakat várták. Ez nekünk nagyon sokat számít, különösen ilyen rendezvények, mert tulajdonképpen itt tudunk ilyen rendezvényeken összejönni, itt vannak a baráti kötődések, itt nyílnak a lehetőségeink, a saját korunkkal, korunkbeliekkel találkozni. A művelődési házban egymást követik a rendezvények. A báli szezon programjai után most már a tavaszt köszöntötték, a programoknak pedig mindig kedves vendége az idősek. Egy finom ebéddel, kulturális műsorral biztos, hogy nagyon szívesen jönnek mindig, és én nagyon hálás vagyok nekik, mert imádnak idejönni a Bárcai Kúriába. Közösségben lenni jó. Ez bizonyítja az is, hogy a rendezvényre több mint 100 nyugdíjas érkezett. Kell, hogy közösségbe járjanak, és kell, hogy találkozzanak egymással. Mi ennek adunk keretet, ennek adunk lehetőséget, és hát, mint említettem, tényleg város szinten most már eléggé elismertek ezek a rendezvényeink. A Gárdonyi Géza művelődési házban első alkalommal rendezték meg a tavaszköszöntőt, a szervezők pedig szeretnék, ha ez a program hagyománnyá válna.